Majdnem 14%-ra ugrott az infláció júliusban a KSH friss jelentése szerint. A fehér kenyér és a trapista sajt 70%-kal drágább, mint egy éve. Közben a kormányzat szűkítette a rezsicsökkentést, és gyakorlatilag több százezer kisvállalkozót kivezetett a katából. A gazdaság helyzetét Bokros Lajossal értékeljük. Aki az önök régi ismerőse, közgazdász, egyetemi tanár, jelenleg is. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És hát az elmúlt időszakban megint sokszor emlegették azzal a bizonyos csomaggal kapcsolatban, amit az ön nevét viseli 1995 óta. Igen. És most már abban az összefüggésben, hogy hát ahhoz képest, ami most zajlik, ahhoz képest a Bokros csomag az semmi se volt. Nem fogalmaznék így. Két óriási különbség van. Az egyik az, hogy akkor az a kiigazítás, pénzügyi stabilizáció helyrehozta az országot. Most pedig arról van szó, hogy az a kormány, amelyik saját maga nyomta bele az országot egy gazdasági válságba, igyekszik néhány látszat intézkedéssel ezt a válságot kezelni. Ez az egyik nagy különbség. A másik nagy különbség, hogy 95-ben Magyarország nem volt az Európai Unió tagja, tehát reményünk se volt arra, hogy ilyen mértékű támogatást kapunk a hanyatló nyugattól. Nem is kaptunk, viszont most sem biztos, hogy fogunk kapni, hogyha nem észszerű, szakszerű és felelősségteljes gazdaságpolitikát folytat a kormány. Milyen most a helyzet, hogy ítéli meg? Azt mondja, hogy a kormány okozta alapvetően a problémát. Hát 12 év után beszél, nagyon látjuk, nehéz. Hogy mi történik a világban, a háború, igen. Brüsszel, a szankciók, a gazdasági válság és így tovább. Ez nem igaz. Ez a válság elsősorban a kormány helytelen, szakszerűtlen, észszerűtlen gazdaságpolitikájának a következménye, amit természetesen súlyosbít a február 24-én elkezdett orosz imperialista háború, de egyáltalán nem az váltotta ki. Ha hasonlíthatnám a helyzetet valamihez, akkor az a 2008-as helyzet, amikor az akkori Gyurcsány kormány is egyfajta legyengült állapotban kínálta oda az országot a nemzetközi válságnak, és a nemzetközi válság természetesen akkor felvillantotta az államcsőd rémét. Ez most is fenyeget? Ez most is fenyeget természetesen, ha nem kapjuk meg azokat a forrásokat, amelyeket az Európai Unió egyébként a jogállamot nem szétverő országoknak természetesen legyen. Ez egy furcsa helyzet, erről ma este már beszélgettünk, hogy minthogyha a kormány, azért említem, nyilván úton volt hozzánk, minthogyha a kormány arra játszana, hogy tényleg úgyse fogjuk megkapni. Tehát már a Tusványosi beszéd is, mintha azt készítette volna elő, hogy nekünk nem kell Brüsszeltől várni semmit, hisz úgysem kapunk onnan semmit. Na de akkor mire számíthat a kormány, hogyha ön azt mondja, hogy fenyeget az államcsőt, ha nem jön be ez a pénz? Gondoljuk végig, műsorvezető úr, hogy milyen hibákat követett el a kormány csak az elmúlt két évben, mondjuk úgy, hogy a koronavírus járvány kibontakozása óta. A koronavírus járvány az egy komoly válság volt, de nem a szokásos gazdasági ciklusból, üzleti ciklusból fakadó válság, mert nem arról volt szó, hogy a magánkereslet lehanyatlott volna, hanem bizonyos ágazatokat keményen érintett a válság, turizmust, repülő használatot, vagy éppen a szállodákat. És ez a válság szinte egyik pillanatra másikra elmúlt, mert amikor lecsengett ez a bizonyos koronavírus járvány, akkor visszapattant a kereslet iszonyatos erővel, tehát nem kellett semmiféle kereslet pótló intézkedésekkel a válságot kezelni és a keresletet felpörgetni. Ezzel szemben jött a választás, aminek az előkészítéseképpen a kormány hát ugye megerősítette akkor a rezsicsökkentést, bevezette a benzinársapkát, kiosztotta a 13. havi nyugdíjat, visszaadta mindenkinek bizonyos gyerekszám mellett és bizonyos mértékig a tavalyi személyi jövedelemadót, és duplájára emelte majdnem, vagy 20%-kal emelte a minimál bért és a szakmunkás minimál bért is, amit nem alapozott meg egyáltalán a termelékenységnek a növekedése. Erről tudható volt tavaly, hogy ebből csak infláció lesz, és az adósságállomány vészes növekedése. Ugyanis az emberek elköltik, amit kapnak. Nem ez a lényeg, pusztán, hogy elköltik. Tehát nő a kereslet.
válságban az a jó, ha elköltik, tehát válság idején, visszaesés idején én híve vagyok annak, hogy több pénzt adjunk a társadalom különböző rászoruló tagjainak a kezébe, akik azt igenis elköltik, ezzel növelik a keresletet, és a mélysége a válságnak, a visszaesésnek enyhül. De most nem volt válság, nem volt visszaesés, mert a teljes kereslet az nem csökkent olyan mértékben, és nagyon fontos az, hogy a koronavírus válságnak volt egy másik nagyon fontos következménye, hogy a kínálat, mert arról is beszélni kell, a kínálat az nem tudott alkalmazkodni ehhez a mértéktelen többletkereslethez, amit tavaly, illetve idén februárban kiosztott a kormány, mert a gazdaság már így is 100%-os kapacitás kihasználtsággal működött, se munkaerő, se tőke, se nyersanyag, se tégla, se semmi nem volt a gazdaságban. Következésképpen tökéletesen lehet tudni, hogy ebből csak infláció lesz, és az államadósságnak a végtelen felszaporodása. Na ez az, ami megalapozza a mostani romlást. De ez akkor azt is mondja, hogy ezt Varga Mihálynak, ha Orbán Viktornak nem is, és akkor nyilván Orbán Viktornak is tudnia kellett a választás pillanatában, hogy akármi lesz, nehéz lesz. Hát vagy tudták, vagy nem. Én nem tudom megítélni, hogy mennyire volt a... El tudja képzelni, hogy Varga Mihály ezt nem tudja? El tudom képzelni sajnos, hogy sokan nem tudják, akiknek tudni kellene. Nem szeretnék neveket mondani, nem az én tisztem, hogy különböző embereket megjelöljek, de két probléma van ezzel a kormánnyal, az egyik, hogy a szakértelem hiánya az nagyon súlyos, másrészt pedig, hogy a politikai felelősség hiánya is nagyon súlyos, mert mondom még egyszer, lehetett tudni, én is megírtam, mások is megírták. Tavaly novemberben már, amikor a Fidesz kongresszusán meghirdették ezt a sok őrületesen rossz és negatív gazdaságpolitikai lépést, még egyszer mondom, a 13. havi nyugdíjat, a minimálbérnek a közel 20%-os felemelését, a személyvédelemadó visszatérítést. Na de nem lehet örülni annak, hogyha az ország utána duplán meg fogja fizetni annak a gazdaságpolitikának a kárát, ami ráadásul átveri az embereket, mert ez szempényvesztés. Hát lett belőle érdemi javulás. Azt is elhisszük, hogy az a nyuszi az igazi a kalapban. Már 95-ben sem lehetett elhinni. És éppen az volt annak a gazdaságpolitikának a nagyszerűsége, hogy becsületesen megmondtuk a társadalomnak, hogy igenis nem lehet tovább nyújtózkodni, mint ameddig a takarunk ér. De fontos, amit mond. Látja? Becsületesen igyekszem. Megmondták a társadalomnak. És mekkora felháborodás lett belőle. Itt pedig osztogatás történt. Nem lett olyan mondván, nagy felháborodás hogy, máig úgy emlékszik mindenki, ki kellett jönni egy tüntetésre, lehiggasztani a tömeget. Alig volt tüntetés, alig volt sztrájk. A társadalom tagjai a szakszervezetekkel együtt nagyon is megértették azt mondja, hogy az igazságot is elfogadják? Igen, azt gondolom, hogy a magyar társadalom felnőtt társadalom, nem kell hülyének nézni az embereket, meg kell mondani becsületesen, természetesen. Nagyon nehéz egy olyan kormánynak megmondani, amelyiknek kéne bevezetni a saját maga hibái miatt mostan olyan intézkedéseket, amelyek azt a gazdaságpolitikát megváltoztatják. Nézzük is ezt! Én nem voltam felelős a hibákért. Jó, az egy nagyon komoly erkölcsi alap. Hát... akkor tessék átadni a helyét olyanoknak, akik értenek hozzá, meg akiknek van erkölcsi tőkéjük. Mik azok a lépések, amik a kormány előtt állnak, vagy állhatnának, és mi vár ránk? Először is 3 cent tehéntől el kell búcsúzni. Az egyik a rezsicsökkentés. Úgy, ahogy van, ez egy velejéig káros, és az ország gazdaságát romboló intézkedés. Legalább 3 negatív következménye van. Az egyik következménye az, hogy hihetetlen mértékű költségvetési támogatási igényt gerjeszt, aminek a vége az államadósság növelése. A második az, hogy nem ösztönöz egyáltalán az energia megtakarítására. Olyan korban, amikor az éghajlatváltozás itt van rajtunk, nem a fosszilis energia többletfelhasználását kell támogatni, hanem takarékoskodásra kell késztetni az embereket. És a harmadik, ami legalább ugyanilyen fontos, az az, hogy nem mindenkinek kell támogatást adni, hanem a rászorulóknak kell támogatást adni, ami azt jelenti, hogy világpiaci áron kell adni az energiát egy olyan országban, ahol semmilyen
primér energiahordozót nem tudunk kitermelni, mindent lényegében importálunk a világpiacról, és ezek után azoknak, akik szegények, kell támogatást adni, nem a magas jövedelműeknek, és nem a felső középosztálynak. Ez volt az első. Igen. A másik, amit el kell felejteni, ez a benzinársapka. Mindenféle árrögzítés, ami a piaci egyensúlyi árral szemben jóval az alatt igyekszik egy kurrens, mindenki által fogyasztott terméknek az árát rögzíteni, az két dologhoz szokott vezetni, az egyik a fekete piac, a másik pedig a hiány. Ezt Korna János 42 évvel ezelőtt a Hiány című művében megírta. Ez volt az egyik oka a szocializmus bukásának. Ez lesz az egyik oka az önkényuralom bukásának a jelenlegi Magyarországon is. Ma már látja mindenki, sorban állnak a benzinkútnál, hogyan védekeznek. A multicégek is, meg a MOL is, mindenki próbál nagyon ügyesen, politikailag jóban maradni ezzel a rezsimmel, de valójában minden eszköz bevetnek annak érdekében, hogy kevesebb legyen a veszteségük. Be van zárva a fél kúthálózat, és ki van írva, hogy hát átmenetileg elfogyott a készlet. Nem erről van szó, arról van szó, hogy nem akarják a többet veszteséget növelni. Ez a másik, ami nagyon fontos. Akkor jön a harmadik szentehén. És a harmadik szentehén azaz a kata. Még nem beszéltünk a katáról. És ezt azért tartom fontosnak, mert ugye mi ellen tiltakozik az ellenzék, és viszik ki az utcára a gyanútlan embereket. Hát szerintem leginkább a teljesen ötletszerű... A rezsicsökkentés. Meg a teljesen ötletszerűnek látszó intézkedések ellen. És a kata. Na most a kata úgy rossz, ahogy van. Ezt is be kellett volna vallani. Miért? Azért, mert a kata bevezetésével lényegében a kisvállalkozók vagy a kisebb vállalkozók jelentős része innentől kezdve felmentést kapott, hogy társadalombiztosítási járulékot fizessen. És akkor, amikor nyugdíjba mennek ezek az emberek, akkor rájönnek, hogy a melegvízre nem elég az, amit kerestek. Márpedig a társadalombiztosítás, mind a nyugdíj, mind pedig az egészség oldalon, az nem egy szociálpolitikai rendszer, hanem megszerzett váromány biztosítási alapon működik, én annyit kapok majd vissza, amennyit befizettem, és olyan arányban, ahogyan a többiekhez képest befizettem. Na de a katához most hozzányúl a kormány. Hát, na de akkor most... De ezzel bevallotta, hogy rossz volt a kata, az eleve az az intézkedés. A kisvállalkozóknak lehet akár adómentességet is adni, de a bérköltségtől és a társadalmi újratermelési költségtől, aminek része a társadalombiztosítási járulékától nem lehet eltekinteni. Ami ránk vár, az a kormány által megoldható probléma halmaz, vagy alátemet minket? Mindig a kormány felelős a gazdaságpolitikáért, műsorvezető úr. Soha nem a külföld, soha nem az imperialisták, hanem a kormány. A kormány felelős azért, hogy ebben az országban ilyen magas infláció van, most már közel 15%-os, hogy 65% körülről ismét 80% fölé ment vissza az államadósság, és ez nem a koronavírus járvány okozta többletkereslet kibocsátásnak köszönhető. És végül, de nem utolsó sorban, hogy ennyi szegény ember van ebben az országban, azért lássuk be, hogy már az az intézkedés, amit több mint 10 évvel ezelőtt született, hogy a gyermektámogatásokat és minden kedvezményt az adórendszerbe helyezték, ahelyett, hogy a családi pótlékot emelték volna, mert annak is az lett volna a célja, hogy esélyegyenlőséget biztosítson minden gyerek számára, független attól, hogy a szülei mennyit keresnek és hova születhet ebben a kicsi országban. Amíg a társadalmi kohéziót és a szolidaritást nem állítjuk vissza a társadalompolitika középpontjába, addig leszakadás és szétszakadás vár erre a társadalomra, és egy szétszakadt, leszakadt társadalomban nem lesz gazdasági növekedés. Professzor úr, köszönöm szépen. Bokros Lajos volt a vendégünk az előzőekben.